Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! X-Faktor tábor. Kezdődjön az X-Faktor legnehezebb fordulója, a tábor. Bár nem tudom, milyen tábor az, ahol még szörös honnájú Kati néni sincsen, aki este 10 órakor lekapcsolja a villanyokat és elrendeli a takarodót. It's a camp. School camp. A felkészülés alatt végigkövethetjük Bendegúz kalandjait, aki a lányokkal együtt megalapítja a szemöldök krút. Azért érkeztünk ilyen későn, mert nagyon kalandos volt ez a mai napunk. No excuses. Végén kiderült, hogy a fuvaros se vállal minket. I repeat, no excuses. De a lányok cserben hagyják a Bendegúzt. Nem látom sehol a csapattársaimat, úgy tűnik, hogy nem jöttek el a mai napra. Bendegúz felhívja a sávuli lányokat, de folyamatosan kinyomják, mert épp újra tetoválják a szemöldöküket. Inkább örülnie kéne neki, hogy kevesebb a konkurencia, így Bendegúz több eséllyel indulhat a fődíjért. Hol vannak a többiek? A többiek feladták a versenyt, és itt hagytak meg engem. Na mondom, úristen, ki ez a lány, ki ez a lány? Még itt is ezt a számot kell hallgatnunk, hát nem igaz. Azt mondom, mondom, azt mondom, azt mondom. Váltok, már lejjebb halkítom, mert túl kell hordni, bánom ezt a nyomvat tévét! Oh my god! Oh my dear lord! Mert amúgy sokkal több trollnak kéne itt lenni, mert az nehezíti a feladatot. Hát igen, én is több videót tudnék csinálni, hogy jöttek volna tovább a gollamok, de hát valakik bekeményítettek. A DJ? DJ. Te eddig ő DJ, tudsz néki nyomattal. Igen, DJ, de DJ Gerinek megjött a cucca. És képzeljétek el, a DJ Gerinek tényleg megérkezett a cucca, ez pedig már a Reiter Ferenc cucca. Itt van az, amit kértél. Szia, Geri! Nagyon örülünk, amikor komolyabb kívánsággal is fordultuk műsorunkhoz. Szóval megvan a DJ pult, minden készen áll egy jó bulira. Megláttam, mondom, úristen, ki ez a lány, ki ez a lány? Azt mondom. Minden szempán kíséri a hóra. Ez az, ez az, meg. Geri, mit csinálsz? Ne lengjem, az a sem. Let's fuck, let's snake, let's talk, let's Sabocam mare y volví a caria usni maganaka apultot. Lehet jodito le capta a Geri? A rappereknek pedig Magyarország legbeváltabb alapjára kell rappelniük. A tábor során feltűnt, hogy itt volt velünk DJ Emperor Pákó is, aki valahogy a selejtezős videókban nem tűnt fel nekem, hogy jelentkezett. Elviszem Emperort. Hát, hogyha szeretnéd, akkor mindenkit vigyél. Aki nem tudná, ő a méltán népszerű Buddha Dada Budapest Town megalkotója. Buddha Dada Budapest Town. Buddha Dada Budapest Town. Buddha Dada Budapest Town. Hát nézd már, dadog a császár. Hát ezt a császárt ezt elküldhetné valaki logopédushoz. Buddha Dada Budapest Town. Itt lennél velem és újra fognád a kezem. Bárcsak, itt lennél velem és újra fognád a kezem, itt leállítanám. Követi talom, csak a Don Perignon, Hennessy whisky, nekem mindegy tesó. Én a Don Perignonnál állítanám meg a produkciót. Don Perignon, Cristal. Vérem, jobban izgulok, mint amikor először nővel voltak. És óramű pontossággal érkezik a kötelező mentordráma. Ne szólj bele, Peti, légy szíves. Nem szólok. Mert ez most egy olyan pillanat. Peti. Nehéz lesz, mert bizony. Petikém, nem mondtam, hogy ne szólj már bele. Csak azt mondom, hogy itt az egyik kedvenced, akit vártál. Peti annyira nem tudja befogni a száját, hogy az Erika elsírta magát. Peti, mondtam, hogy hallgass már, mert így is nehéz, na. Adjatok inkább, hogy feladom csillapítom. És az Erika a Kátyát még a szláv testvériség jegyében se tudta tovább juttatni. Kátya olyan csalódást okozott, amit itt nem csinálhat meg egy versenyző. Erre a produkcióra nem tudok széket adni. Nem maradj csendben. Nem, ez már minden összejött, fiúk, már igen, de túl sok. Mindig meg kell várnod, hogy mit mond a mentortársad, és utána azt kell mondanod, hogy úristen, ne csináld! Hát nem teheted ezt! Ő volt a legjobb! Per, ő volt a legrosszabb! Hát én nem is fogom húzni az időt, foglalj, légy szíves helyet. Nagyon szépen, köszönöm. Eddig ő volt a legrosszabb. Olyan hamis volt, mint egy kisebb fajta tüdőgyulladás. Azt érzem, semmi se jó, amit csinálok. Ha széket adok valakinek, az a baj, ha nem adok széket, az a baj, hát akkor meg mit kell itt csinálni? Táncolni az asztalon. Yeah!
fog borulni a vágy. Tényleg? De mosolyak el. Ne, ugyanígy csináld. Dumáltok, hogy össze-vissza. Hát de... Nézzétek, aki nem beszélek. De hát akkor miért ülünk itt négyen? Jó. Rafinát! Erika H. pedig bekeményít. Ők az én versenyzőim, az én választásom, és én döntök. A lányoknak itt mindig nehéz bekerülni az összeszokott társaságba, főleg, hogy még a hangok se segítenek. Hallod a hangokat? Hallod, hogy Peti mond, de már nem hallod, hogy mit mond a Laci. Hogyha megtanulnak dobolni. Nem tudom. Tanuljanak meg dobolni. Erika néni kitalálja, hogy egy új lánycsapatot fog verbúválni a jelentkezőkből, mert ő is benne volt a Viagrában. Szeretnék egy csapatot alkotni. És szerintem Lacikám, hadd mondjam végig, légy szíves. Laci, maradj már csöndben most. Meg kell alapítani a Magyar Viagra című alakulatot, és edzőnek meg kell hívni a Kemény Dénest. Mi lesz, a többiek nemet mondanak? Mindannyian igent mondanak. Én viszont nem szeretnék élni a lehetőséggel. Én szóló énekesként szeretnék mindenképpen kezdeni valamit. A lány inkább szóló kazettát szeretne kiadni, ezért nem vállalja, hogy ő legyen a Mel C a Spice Girls-ből. Elrontottak én, vesztes vagyok én. Biztos lett volna egy megfelelő ára, miért elvállalta volna a csapatot. Tessék árajánlatot adni az Erikának. Hogy majd, ha ingyen elvállalom, vagy hogyha 20 ezer forintot kérek, még 40 ezer forintért sem megyek el, 60 ezerért sem, és a 150-100-150-en is gondolkodok. Irénke is 10 másodperc alatt háromszor emelt árat. Ezek az egész, ezek a heavy metalosok ugye primitívek! De ne örüljenek még az Erika antiraongói, mert menthető még a szitu. Egyetlen megoldás maradt. Erikának be kell állni a harmadiknak. Neki kell lennie a Posh Spice-nak a Spice Girls-ből. Boldogságra vágyom! Amúgy meg nem hármasokat kéne összerakni, hanem párosokat, mert fogynak az emberek a nyerőpárosba. De jól nyomják a sztárpárok, bárcsak tudnám, hogy ki kicsoda. Tessék viccesen beöltözni és nyomni a táncokat nekünk. Mindig olyan hangos ez a rohadt tévé! Nem erre számítottál, ugye? Sajnos, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Micsoda, jól látom, kezdődik a Védelmező 2. A kedvenc filmem. Évek óta erre várok, hogy végre leadják a tévébe. A Védelmező 2! Szeretnék gratulálni magamnak, hogy tovább jutottam a következő videóba. Most pedig meg is jutalmazom magam egy infláció előtti kakaós tejtáblával. Kakaós tejtábla. Már megy a Védelmező 2! Bunyó van a kilátóba! Fog borulni a vágy, ugyanígy csináld.